egy órát. Én elképesztően a nyugodtságban vagyok reggel óta, méghozzá azért, mert nagyon-nagyon szépen meghúztuk az egész kampányt, a kampány végét meg végképp. Én nagyon büszke vagyok mindenkire, aki ebben részt vett. Azt gondolom, hogy ennél többet nem tudtunk volna most beletenni, úgyhogy nekem nyugodt a lelkismeretem mind magammal, mind a csapattal kapcsolatban. Úgyhogy bennem egy ilyen jó leső nyugalom van most. Tegnap előtt óta egy ilyen biztos érzésem, bent vagyunk. Az, hogy ez most hány százalék, az majd kiderül ma este, ezen már változtatni nem tudunk. Én azt tanultam meg, hogy ami nem tudsz változtatni, azt engedd el, és onnantól kezdve, hogy mondom, van bennem egy magabiztosság, hogy bent vagyunk, ezért nem is izgulok most meg. Most ugye 8 óra körül ugye azt tudni, hogy 7%-on áll a Momentum az exit pólok szerint. Ez meglepetés, vagy sok, kevés? Valahol meglepetés, az elmúlt 2 napban annyi támogatás érkezett a legváratlanabb helyekről, nem csak földrajzilag, hanem emberektől is, meg különböző csoportokban, hogy elkezdtük elhinni azt, hogy a 7% az nem földtől elrugaszkodott. Mondom, ez a számháborút én nem szeretem, részvételi aránytól is függ, meg egy csomó minden mástól. Ha a 7% az igaz, azt gondolom, hogy azt megérdemelt a kemény munkával. Tavaly április 8 óta mi egy percig nem pihentünk. Akkor aznap este, amikor kijött ez a borzasztó eredmény, kiálltunk együtt a színpadra, és azt mondtuk, hogy folytatjuk.